Nagy baj van, mert úgy tűnik, hogy Ricsivel átaludtunk itt egy pár napot, és vége van a Super Bowl-nak, mindent elpakoltak. Ki nyert? Valaki írja meg, hogy ki győzött ezen a mérkőzésen. Szóval ez a helyzet, ez a Radio Row, ahol voltak a stúdiók, a rádióbeszélgetések, az elemzések, most meg nincs semmi. Hát elmentek. Mi a mai programunk? A program az a stadionban fog történni elsősorban, hiszen ma már van egy úgynevezett production meeting, egy olyan találkozó, ahol a külföldi tévéseknek elmondják, hogy holnap mi történik, illetve lesz majd egy tesztünk, ahol megpróbáljuk összehozni a dolgokat, hogy technikailag minden működjön. Most pedig külön válnak útjaink egy pár órára, Ricsi még készül a holnapi meccsre, ami holnap van, és nem, reméljük, hogy nem játszották már le, és nem azért pakolt el mindenki, mert mindennek vége. Én pedig elmegyek egy múzeumba, nem tudom, hogy mennyit lehet reklámozni, inkább nem mondom el a márka nevet annak a cukros üdítőnek, aminek a múzeumába megyek. Na jó, elárulom, bár gondolom nem jöttetek rá, de a Coca-Cola múzeumban voltam, ami nagyon érdekes volt, nagyon a érzelmekre próbálnak hatni. Tehát volt egy 6 perces kisfilm, amiben volt eljegyzés, terhesség, születésnap, és igazából nem a Coca-Cola-ról szólt, hanem ez egy Coca-Cola reklám volt. Tehát vannak a városban más reklámok is, nem csak Coca-Cola. Vannak bizony. A rivális cég, amelyik az NFL-nek a főszponzora, úgyhogy ez itt elég érdekes kis összefonódás volt, jó kis csipkelődéssel, nagy táblákkal, hogy locsak ki van a városban, úgyhogy ez is egy érdekesség még a döntővel kapcsolatban. Ameddig pedig én a Coca-Cola-ban voltam, addig Ricsi készült, megnézte, hogy milyen striptease bárok vannak közel hozzánk este, mit találtál? Nagyjából valóban ezzel kapcsolatban foglalkoztam a dolgokkal, striptease bárokról nem tudok beszámolni, hát nem állok jól felkészüléssel, de ez gondolom senkit nem lep meg. Viszont találkoztunk magyarokkal is. Találkoztunk magyarokkal is, méghozzá Sólyom szobor készítőjével, Szőke Gábor Miklóssal és a kedvesével, aki egyben a menedzsere is, úgyhogy nagyon jó beszélgetést készítettünk, remélhetőleg a Trash Talkban, a felvezető műsorban már látható és hallható lesz. Most pedig akkor itt vagyunk már, hogy egyeztessük is pontosan, mi fog történni holnap. Azt mondják nekünk, hogy lesz egy meccs. Meglátjuk. Sajnos csalódás. Az utunk, nem jutottunk el szombat este striptease bárba, ehelyett a meccsre való készülés maradt. Arra a meccsre, ami a Mercedes-Benz Stadiumban játszódik, ami nem rossz. Hát nem csúnya. Szóval lehet azt mondani, hogy elég impozáns. Nekem a Dallas stadionjának a méretei ugrottak be. Tehát de hát Texasban minden nagyobb. Texasban minden, egy picivel nagyobb egyébként az, de összességében azok közül, a stadionok közül, ahol eddig voltam Super Bowl-on, a Cowboys és ez a két legnagyobb. Tehát a tavalyi az például szerintem, most nem azt mondom, hogy jóval kisebb, de kisebb, mint ez. És nagyon, nagyon szép ez a stadion. És hát itt nem csak a méret a lényeg, hanem összességében is azért eléggé jól néz ki, jó a felszereltség, nagyon erős a wifi elvileg, világrekord, de wifi van, nagyon sok mindenben rekordot állítottak föl, a kijelző mérete és típusa. A tető ugye ma már kinyitották, aztán nem tudjuk, hogy a meccsen nyitva lesz-e, ezt még senki nem tudja igazából, de tényleg nagyon jó, és hát egészen fönt van a kommentátor állásunk, és még onnan is tökéletesen lehet látni. Annál följebb nem nagyon ültetnek ember, de ugye, hogy nem rossz a látvány. Nem, egyáltalán nem rossz a látvány. A jó hír, hogyha ott ülünk a fülkébe, Ricsivel halljuk egymást. A még jobb hír, hogy elméletileg Budapesten és meg Magyarországon lehet majd minket hallani. Bízunk benne, mert ma legalábbis a tesztem minden működött. És minden működött idén Patrick Mahomesnak. Van már Mahomes mezed, Ricsi? Lesz? Van? Nem, én nem vagyok ilyen mezes ember, tehát nem. De ha ő odaadná, azért elfogadná? Hát akkor elfogadnám értelemszerűen. De nem dobnád vissza, nem hogy dob, nekem nem kell. Vissza, viszont nekem még nincs
közös fotóm Patrick Mahomes-szal, ugye? Nem? Hát nekem mondjuk azt, hogy van. Én ezt úgy fogalmazom, hogy egy fél közös fotójuk van. Én azt mondom, hogy ha tud no look pass-t, akkor no look selfie-t is tud, és ezt én egy no look selfie-nek hívom. Jó, oké. Maradjunk ennyiben. Úgyhogy ez volt az utolsó meccs előtti napunk, holnapi bejelentkezésünk pedig már akkor jön, amikor tudjuk, hogy ki nyerte az 53. Super Bowl-t. Még lesz bejelentkezés, még akkor is? Hogy ne, Ricsi, a striptease bárból. Ja, hát nem hiszem.